Jól haladnak a munkálatok, már látványos elemekhez érkezett a központi tér és park felújítása Pakson a lakótelepen. Jelenleg a burkolatokat fektetik le, az előtetők is megújultak, melyekbe LED fénysor került, így az esti fénynél is kellemes látványt nyújt majd. Modern, 21. századi közösségi tér van kialakulóban, látványszökőkúttal megújult közvilágítással. Több lesz a zöld terület, mintegy 3000 négyzetméter. A lépcsők pedig szinte teljesen eltűnnek. Két parkolójába is elektromos töltőállomásokat telepítenek, valamint 21 darab új parkoló is kialakításra került, melyet már használhatnak is az autósok. A valamivel több mint 1,5 milliárd forintos felújítás tavaly ősszel kezdődött és szeptember elején fejeződik be. Részben a város költségvetéséből, részben kormányzati támogatásból biztosítja az önkormányzat a felújítást. Paks polgármestere most névadó ötleteket vár közösségi oldalán a térre. Méltóbb nevet érdemelne ez az új és megszépülő terület, és arra gondoltam, hogy nevet szeretnénk adni, keresztelőt is tartanánk, amikor majd átadjuk ezt a központi parkot. Későbbiekben a leszűkített listára is lehet szavazni a lakosságnak. Végül a Városépítő Bizottság véleményezése után szeptemberben a képviselőtestület dönt a névadásról.